Köszöntöm a társalgó nézőit! Mai adásunkban felidézzük a település egyik legnagyobb kulturális eseményét, a Páger Antal színészdíj átadót, amelyre a közelmúltban kerítettek sort. A kitüntetettel, Básti Juli, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznővel volt szerencsém beszélgetni az ünnepség után, amelyet most önök is megtekinthetnek, ha velünk tartanak. Én ezekkel várom önöket, azonban megszokhatták, hogy itt a műsorunk elején velünk játszhatnak. Egy héttel ezelőtt azt kértem önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy ki kapta meg idén az Istók Margit díjat. A helyes válasz Műhelyi Felícia. Gratulálunk a nyerteseknek, akik már a képernyő alján láthatták neveiket. Ma is velünk játszhatnak, ha megválaszolják nekünk azt, hogy ki a 20. Páger díjas színművész. A helyes válaszokat várjuk a 0634471464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Már is kezdünk, tartsanak velünk! A makkói színész legendának, Páger Antalnak emléket állító díj története immár 20 évre nyúlik vissza, amely a pillanatművészetét hivatott elismerni. Idén is egy sokoldalú és kimagasló teljesítmény nyújtó színésznőre esett a kuratórium választása. A következő összeállításunkból mindenre fény derül. A koronavírus miatt Makóváros önkormányzata nem tudta megszervezni februárban a jubilómi átadó ünnepséget. A nyár folyamán Halász Judit, Király Levente, Csákányi Eszter, Bánsági Ildikó, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet és Gáspár Sándor az elmúlt évek Páger gyűrűsei társaságában ünnepelhették meg a marospartiak a díj 20 éves születésnapját, kellemes nyáresti beszélgetések keretében. Október 24-én vasárnap kerítettek sort a jeles alkalomra, amely a korábbi évekhez hasonlóan Téni bácsi szülőházánál vette kezdetét, ahol elsőként Páger Antal unokája Gyarmati Antal és kísérője, majd Básti Juli, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész és Farkas Éva Erzsébet polgármester, valamint a kuratórium megjelent tagjai, Kútvölgyi Erzsébet, Szalma Tamás színművészek, valamint Réz András filmesztéta is elhelyezték a koszorúikat. Ezt követően pedig a Hagymaházban folytatódott tovább a kulturális esemény, ahol a megjelenteket a városvezetője köszöntötte, aki beszédében kiemelte, hogy Franyó Róbert, Varga Márta, Sipos Jenő és Karsai Ildikó kezdeményezésére létrejött elismerés ennyi év távlatából is jól tükrözi, hogy a makkói színészóriás emléke a mai napig él az emberek szívében. Személyes a 20. díjazott nagysága, pálya iránti elhivatottsága előtt a következő gondolatokkal tisztelgett. A jónál jobbat tenni akaró művészi lelkület tegye teljessé a mai ünnepünket is, a járványügyi helyzet ellenére is mellette is. Szívből gratulálva Básti Juli kitüntetetnek, tisztelegve Téni bácsi előtt, és emlékezve a napokban elhunyt Vencel Vera Páger díjasunkra, aki többször idézve Tolnai Klárit, így fogalmazta meg a Páger díjas színművészek belső életét és lelkületét. A színész életében a pillanata fontos. Az a perc, amikor a közönségnek olyasmit nyújt, amitől azok egy percre sírnak, vagy éppen nevetnek. De egy biztos, jobbak lesznek. Ez a pillanat művészete. A kitüntetés odaítélésekor előtérbe került Téni bácsi eszköztelen színjátszása. Ennek kapcsán Réz András méltatta azt a kimagasló teljesítményt, amelyet a makkói színészlegenda filmvászna nyújtott. Egy olyan világban kezdte a pályafutását, amikor a filmvilágában is még inkább egyfajta színfal hasogató, teátrális modor volt a megszokott. Hangoskodás, széles gesztusa. Na most az a meglepő, hogy Páger Antal legkorábbi filmjeiben is valami olyan hihetetlen hozzáértéssel csinálja a filmet, ami ritkaság volt. És érzékeli, hogy a kamera másképp lát. Hogy a mozi néző nem ugyanúgy használja a szemét, mint a színházi néző. És néha elképesztő drámai pillanatokat teremt olyan közelképekben, amelyek nagyon modernek és nagyon helyén való. Na, szóval Páger Antal félreértés ne essék korána
torony magasan kimagasló egyénisége volt, és amikor emlékezünk róla, akkor erre is emlékezünk. A gyűrű rangját évről évre azok a művészek határozzák meg, akiknek a kuratórium tagjai odaítélik azt. 2002-ben elsőként Halász Judit vette át az elismerést, azóta pedig többek között Garas Dezső, Törő Csikmari, Udvaros Dorottya, Rudolf Péter, Kulka János, valamint Hegyi Barbara és Bodrogi Gyula is büszkélkedhetnek vele. Idén Básti Juli, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészre esett a választás, hogy miért, arra a grémium képviselői és az egyik ötletgazda adtak választ. Kuratóriumnak évről évre nehezebb dolga van, ugye? Tehát egy olyan rangos és egy olyan vitathatatlan társulatot, díjazottak névsorát tudjuk felmutatni, ami egy nagyon komoly rangot ad ennek a díjnak. A Juli ebben vitán felül beletartozik ezek közé, a díjazottak közé, tehát az, hogy ő ezt megérdemli, megérdemelte volna előbb is, az sose volt kérdés. Az ilyen fiatal színészeken, mint a Básti Juli lehet látni, hogy aki ezt ilyen maximalizmussal és ilyen energiákkal csinálja, az így marad. Fiatal marad, de közben elképesztő tudásra tesz-e. Végig gondoltuk, hogy Básti Juli miért nem jutott már eddig az eszünkbe. És akkor rejtünk, hogy azért, mert a Juli nem csinálja önmaga körül a felhajtást. Tehát miközben ilyen fura méthen für alles, aki dalol, táncol, játszik, és ott van mindenben, ő nem igazán foglalkozik azzal, hogy hány követője van, és hányan kattintanak rá. Csak azt mondtuk, hogy de hát az nem lehet, hogy a világot kattintások alapján árazzuk be. És akkor végigvettük, hogy miben játszott, mik voltak a nagy alakításai. Ugye én voltam a filmfelelős, akinek meg el kellett mondani, hogy mik voltak az ő nagy filmes jelenlétei. És akkor összeraktuk, és akkor a csapat egy hangon azt mondta, hogy hát tényleg most már ideje, hogy Básti Juli is bekerüljön ebbe a csapatba. Juli a legváltozatosabban önmagát megmutató ember. Az egész pályája olyan, hogy sokan csak irigyelni tudjuk, amiért pályatársai nők, hogy mennyi lehetősége volt arra, hogy a világ csúfjától a legszebb másáig, tehát a legszebb Csehov hősig mindent meg tudjon mutatni, azt a nemességet, ahogy ő állt a három nővérben, vagy azt a csúfságot, amit láttunk a filmjében, hát döbbenetes és hihetetlen nagy ív az, amit ő át tud ölelni, és szemmel láthatólag örömmel és őszintén csinálja. Nincs benne flik-flak, nincs benne semmi olyasmi, hogy megmutatom magamat, na most akkor én ennyi évesen is, meg majd még jövőre is, majd építsetek rám. Nincs benne semmi ilyesmi. Természetes, jó anya. Básti Julinak nagyon örülünk, ő rajta volt a mi házi listánkon is, tehát ez egy nagy öröm számunkra, mert azt gondolom, hogy Básti Juli az elmúlt 40 éves szakmai tapasztalatával azt a, hát úgy szoktunk mondani, hogy az eszköztelen színjátszás, illetve kulturális hagyatéka nagyapámnak, azt tovább tudja gördíteni, folytatni. Illetve hát előtte 19 nagynevű magyar színészt is díjaztunk, és mellettük is megállja a helyét, és nagyon kiváló színésznek tartjuk. Básti Juli személye azért is volt különösen nagy élmény, hogy vele beszélgethettem, mert őt többször is láttam már színpadon. Itt szó esett a beszélgetés folyamán a Jó emberek című előadásról, amiben egészen fantasztikus alakítást nyújt, de volt alkalmam még középiskolásként látni a magyarországi ősbemutatón az Übü királyt a Katona József Színházban, és ott, mint Übü mamát látni a színpadon, elementáris volt egy toprongyos csőlakó szerepében is. Ezen kívül több olyan filmbéli alakítása is van, amit rendkívül nagyra értékelek, és minden egyes alkalommal azon gondolkodok, hogy a csodába tud ilyen mélységekig azonosulni egy-egy szereppel, hogyan tud annyira átlényegülni, hogy eszembe se jut,
hogy ő ott Básti Juli, hanem ott ő egy olyan nő, olyan ember, akit éppen eljátszik a szerepe szerint. Kútvölgyi Erzsébet arról is szót ejtett, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy azok a művészek, akik átveszik a Páger gyűrűt, értékelni tudják azt. Hozzátette, Julin látszott, hogy büszkén vette át a szimbolikus tárgyat. Fontos dolog az, hogy valaki ezt értékelni tudja. Ez egy gyűrű, semmi más, viszont a Téni bácsi gyűrűjének a mása. És én emlékszem rá, amikor én Téni bácsival sokszor játszottam együtt, hogy ő, amikor a püspököt játszotta a Szent Johannában, akkor ugye ott volt a püspöki ruha, a püspöki kesztyű, ami ugyanolyan színű, mint a ruhája, és rá volt húzva a gyűrűje a kesztyűre. Tehát, hogy neki az egy testrésze volt ez a gyűrű, amikor tudta, hordta, és még a színpadon is hordta. Tehát nekem, amikor én megkaptam a gyűrűt, akkor én nem tudom elmondani, hogy milyen hihetetlen szép élményeket éltem át. És én azt szeretném, ha mindenki, aki ezt megkapja, és nem játszhatott együtt vele, érezze, hogy ez egy nagy dolog. Hogy ennek az embernek, aki tényleg, hát ugye voltak színész királynőink, voltak színész királyaink, ő az egyik király. Az elismerés életre hívása óta nagy utat járt be. Nem csak a helyieknek fontos, hanem országos szinten is ismerté vált, hiszen elég azokra a színészekre gondolni, akik megkapták a 20 év alatt. Én úgy gondolom, hogy Makó városa joggal büszke erre a díjra. Azok, akik ezt kitalálták, akik ezt formába öntötték, és utána tovább vitték az évek során, azok az emberek nagyon sokat tettek ezért az egyébként is gyönyörű városért. Számomra ennek a díjnak az egyik legnagyobb tanulsága, hogy bebizonyította számomra, hogy aki színészként is olyan kiválóság tud lenni, hogy méltó ennek a díjnak az elnyerésére, az emberként is fantasztikus személyiség. Most már Gálffy László kitüntetése óta gyakorlatilag minden beszélgetést én vezetek, és ez a számomra egyrésztről egy rendkívül nagy megtiszteltetés, másrésztről pedig egy élmény ezekre a beszélgetésekre felkészülni. Napokat töltök ilyenkor bezárva, és ez nem túlzás, ha ezt mondom. És folyamatosan a korábbi interjúikat nézem, olvasom, illetve színházi előadásokat, filmeket nézek meg, hogy minél inkább tudjam feltérképezni azt a szakmai pályát és azt az emberi minőséget, ami egy-egy Páger díjas mögött az életútja alapján benne van. Nagyapját jó és sokoldalú embernek tartja Gyarmati Antal, aki több érdekességet is megosztott a színész királyról. Szeretett festeni, és azt kell róla tudni, hogy ő először talán festőnek készült, ha mondjuk nem tekintjük azt elhivatottságnak, hogy először hegedűművész akart lenni, aztán festő, és akkor végén lett színész. De életének volt egy olyan szakasz, amikor sokat festett, illetve nekünk is van néhány festményünk. A festmények az jellemzően tájképek, és hogyha valaki mondjuk így elmegy a Maros partjára, az jellemzően ezeket a élményeket látja visszaköszönni a festményeken. Tehát ezeket a színeket, a folyó, illetve a folyó partján álló nyárfákat, fűzfákat, ezek megjelennek a képen, és ez nem véletlen. Tehát ez nem véletlen, mert ez, ami a fiatal korában őt így megfogta. Emlékét tovább ápolva, a kuratóriumi tagok hamarosan összeülnek, és a következő Páger díja személyéről fognak majd tanácskozni. A színház az első az életében, de csak is a családja után. Érzelmeket akar csiholni és tenni akar valamit az emberek puttonyába. Ezért is lett színész Básti Juli, aki már több mint 40 éve a színművészet elkötelezettje. Idén az ő nevével bővült a Páger díjazottak névsora. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük itt Marosparti városunkban, és engedje meg, hogy a makkuiak nevében is gratuláljak a Páger Antal színészdíjhoz. Milyen érzések kavarognak önben így az ünnepség után? Hát nagyon nagy megtiszteltetés, és főleg hát az egész laudáció, tehát hogy felvezették, úgy meghallani, hogy mennyi
mennyi kedvességet és szeretetet kaptam, és hogy miket mondtak rólam, tehát ez, hogy egyáltalán megkaphatom ezt a díjat, tehát ez nekem egy óriási megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és pláne egy ilyen névsor, akik előttem voltak, és előttem vannak, tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok erre. Amikor tavaly a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a találkozót, akkor amikor fölhívtak telefonon, az egy csodálatos hír volt, el se hittem, hogy egy ilyen csodás díjat kaphatok. A Téli bácsit én sokszor láttam tévében is, de a tévében rengeteget láttam, meg filmeket láttam, a mai napig elévülhetetlen, ahogy játszik, és színházban is nagyon sokszor láttam őt, hát az egész valóban a magyar színjátszásnak egy legendás és óriási és megismételhetetlen emblematikus alakja. Tehát ez egy igazi nagy megtiszteltetés, hogy kaptam egy ilyen díjat. Játszani nem játszhatott együtt Páger Antallal, de említette, hogy egyszer elkísérte az édesapját egy forgatásra. Miket mesélt Básti Lajos az édesapja Téni bácsiról? Az apám nagyon-nagyon tisztelte, azt hiszem, hogy 12-15 év lehetett közöttük, de tehát abszolút emlékszem a gyerekkoromból arra, hogy az apám kifejezetten felnézett rá, és elismerte a csodálatos tehetségét, és ezt az egyedi, egyéni fogalmazást, ahogy ő, mint színész, képes volt a nézők szívébe hatolni, és a lelkébe, a nézők lelkébe. Tehát, és annyira sallangmentesen, annyira egyszerűen, annyira modern színjátszást képviselt, ami abban a korban teljesen kuriózum volt, és tehát én nem játszhattam, és nem dolgozhattam, nem találkoztam vele, de idősebb kollégáim, akik dolgoztak vele, mindenki áradozott róla természetesen, hiszen egy ilyen ikonnal az nagyon nagy dolog, hogyha az ember belenézhet a szemébe egy jelenet alatt, és hallgathatja a reakcióját, vagy hallgathatja a mondatait. Tehát ez egy nagyon... Apám azt mesélte egyébként, ők párszor dolgoztak együtt, hogy az a legprecízebb és a legmegbízhatóbb színészek közül való volt a Téni bácsi. És ezt itt elmeséltem az előbb is, hogy volt egy olyan pletyka, hogy ők összepofoszkodtak, és akkor ezért, hogy eloszlassák ezt a butaságot, ezért végigülték Budapest végigülték Budapest kávéházait, és a szabadban, hogy lássák őket az emberek együtt. Tehát közben olyan szépen tudtak együtt élni, és együtt dolgozni, és olyan emblematikus volt ez is, ahogy megoldottak egy ilyen problémát igazán azóta, és ez nagyon-nagyon él bennem, amikor az apám ezt elmesélte. Hát akkor én még gyerek voltam, amikor ez történt, de hogy ez egy ilyen nagyon különleges és szép gesztus, tanulhatnánk is tőlük. Egy elismerés terhet ró a színészre, vagy éppen inspirálja? Az ön esetében miről beszélhetünk? Egy díjat kapni az mindig óriási teher, mert az ember amúgy is mindig minél idősebb, annál nehezebb megfelelni, annál majdnem azt mondom, hogy annál egyre inkább izgulok és félek, amikor kimegyek a színpadra, mert nem ronthatok, mert elvárják tőlem, hogy a maximumot teljesítsem. Igyekszem is persze mindig a maximumot teljesíteni, de ezzel együtt, amikor az ember túljut ezen az első sokkon, hogy egy újabb hatalmas kő nehezedik a vállára egy ilyen díjjal, hogy még nagyobb megmérettetés ez, az utána közben meg ugyanúgy tovább röpít. Tehát ez közben egy annyira nagy dolog egy díjat kapni, és olyan simogatás vagy válveregetés, ami tovább lök az életben, és azt tudom ebből, azt fordítom le magamnak, hogy akkor érdemes csinálnom, és hogy talán jó úton járok. Milyen értékeket hoz a családjából? Hát leginkább az a lelkiismeretes munka,
az, hogy nem lehet ki színpadra állni anélkül, hogy nem lennék ott 100%-osan. Tehát történhet az emberrel bármi, tragédiák, csapkodhat körülött a Jóisten, de akkor is, hogyha ki kell mennem a színpadra, akkor 100%-osan ott kell lennem. Nekem például, amikor az anyám meghalt, én másnap, szerencsére nem kellett aznap játszanom, de másnap már játszanom kellett, és hát azt soha nem fogom elfelejteni, hogy alig tudtam beszélni, és folyt a könnyem, de megpróbáltam azt is belevinni a játékba és a szerepembe. Tehát mi ilyenek vagyunk, a színészeknek akármi van, ha törik, ha szakad, nekünk ki kell állnunk a nézők elé, és dolgoznunk kell, és akkor is maximálisan kell teljesítenünk. Az ön édesapja tiltotta ettől a mesterségtől, és nem is látta önt játszani, azonban az édesanyjával meg tudta beszélni a dolgokat. Milyen tanáccsal látta el? Nem jó tanáccsal látott el, hanem bízott abban, hogy lehetek színész. Mert ő látta azt, hogy gyerekkoromtól kezdve mindig írok darabokat, írok, rendezek ilyen kis jeleneteket, így öltözöm, úgy öltözöm, állandóan játszottam, és állandóan valamilyen képzeletvilágban éltem, és ebből nyilván látta, vagy érezte, hogy van helyem ezen a pályán, úgyhogy igazából neki köszönhetem azt, hogy végül is megpróbáltam a súlyos apai tiltás ellenére, mégiscsak belevágtam a fejszémet a fába. Ön szereti nagyon kidolgozni és megformálni az adott karaktert. Említene nekünk egy olyat, amely nagyon emlékezetes volt? Színpadi munkáim azok mindig úgy kezdődnek, hogy egy nagy kétségbeesés, és hogy azt se tudom, hogy kezdjük. Tehát nekünk mindig nulláról kell kezdeni, és mindig fölépíteni egy szerepet. Hát az rettentő hosszadalmas, és sok kitérővel, sok bizonytalansággal jár. De például mondjuk egy filmszete, mondjuk a Sztálin mennyasszonya, ami egy nagyon-nagyon nehéz átalakulás volt, arra is nagyon sokat készültem, elmentem megnézni ezt a fajta típusú betegséget, hogy ők hogyan élnek, hogyan beszélnek, milyen viszony van közöttük. Tehát én szeretek mindig alaposan utána nézni a feladatoknak, amiket kapok, és az egy nagyon nehéz beletörés volt ebbe a beteglány, ennek a beteglánynak a szerepébe. De én ezt élvezem, mert ez engem érdekel. Tehát azért jó színésznek lenni, mert olyan sokfajta lehetek. Tehát nekem ez a mániám. Mindig az embernek az a kedvence, amit éppen játszik. Most a Jó emberek, a David Lindsay embernek a Jó emberek című darabja, amit a Centrál Színházban játszunk, hát ez egy csodálatos előadás. Régebben a Nem félünk a farkastolt is játszottuk, lehet, hogy azt még majd fogjuk játszani. Most a pandémia miatt egész sok minden felborult, de hát azt is nagyon-nagyon szerettem, bár küzdelmes volt a próbaidő, mert nagyon, az egy nagyon-nagyon tőlem teljesen távol áll ló személyiség, vagy személy, de az is nagyon nagy kihívás, és azokat is az ember nagyon élvezi, vagy én legalábbis nagyon élvezem, amikor egészen távolról kell valakit becserkésznem, hogy úgy mondjam, egy szerepet, aki teljesen más belül, mint én vagyok. Ön nagyon fiatalon belecsöppent a filmezés világába. Hogyan emlékezik vissza erre az időszakra? Olyan szerencsém volt, hogy az első filmet, amikor rámosztotta Gábor Pál a Kettivált mennyezetet, a női főszerepét, akkor egyáltalán nem tudtam még filmezni, mert a főiskolán mi nem tanultuk, akkor még nem egyetem volt, hanem főiskola, akkor még nem tanultunk filmezni, és nem voltak közös óráink a filmesekkel, de ő végtelen türelemmel és szeretettel tanította meg tulajdonképpen, hogy a filmezés csínyát, bínyát, amit természetesen nem sikerül azonnal, de legalább már volt valami fogalmam, hogy hogyan kell filmezni, hogyha így áll a kamera, akkor így kell játszani, ha ekkora a kivágás, akkor így, ha totálban vesznek, akkor picit máshogy. A Jancsó Nyika, egyébként a Jancsónak a fia volt az operatőr, és hát ő is nagyon-nagyon türelmes volt, és tehát ez egy nagy szerencsém volt szintén, mint olyan sok minden más az életemben, hogy
velük lehettem, és velük tanulhattam a filmezést. Hogyan élte meg a koronavírus időszakát? Ez katasztrófa volt, hát ez borzasztó. Tehát játszani egy üres nézőtérnek, miközben az ember hozzászokott, hogy reagálnak a nézők, meg veszik a levegőt, meg együtt lélegeznek velünk, vagy egy mondat után nevetnek, vagy egy bizonyos mondat után sírnak. Tehát néma nézőtér előtt, ez nem a mi szakmánk. Tehát színházban ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Tehát az ember zsigerileg megszokja, hogyha a színházban egy színházi előadást csinál, amihez hozzászokott, akkor azt hozzászokott ahhoz, hogy ott reagálnak a nézők. Ezért vagyunk színészek, ezért vagyunk a színházba játszani. Az, hogy filmen ott magunkra vagyunk, és csak a kamera van, még az sem teljesen igaz, mert azért ott is ott van egy stáb. Tehát egy teljes bezártságban ebben a nihilben létezni, hát ennél nagyobb büntetés azt hiszem egy színésznek nincs. Úgyhogy ne jöjjön ez vissza. Milyen tervekkel, hogyan tekint a jövőbe? Hát mindig vannak tervei, most konkrétan nem, van egy-kettő, de azt még nem mondhatom, mert az nem biztos, hogy sikerül, de a tervem az, hogy befejeződik a járvány, és ahány oltás lehet, én mindent felveszek, és mindenki oltakozzon, mert az nem létezik, tehát ezt már muszáj ezen túllépnünk, és muszáj visszatérni a normális élethez, és ahogy közlekedhetünk egymással, és mindenki mehet, ahova akar, és jöhetnek színházba. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és gratulálunk a Páger Antal színészdíjhoz. Köszönöm szépen én is. Ennyi fért mai társalgunkba, azonban itt a végén újra elmondanám játékkérdésünket. Ki kapta a 20. Páger Antal színészdíjat? A helyes válaszokat várjuk a 0634471464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Ne feledjék, jövő héten csütörtökön újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!